Nyílt levélben szólította fel Manfred Webert Jávor Benedek arra, hogy zárja ki soraiból a Fideszt. A Párbeszéd európai parlamenti képviselője szerint, amennyiben a néppárt nem a kizárás mellett dönt, azzal bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában. Jávor Benedekkel beszélgetünk. Jávor Benedekkel folytatjuk tehát, még nyelje le azt a kortyfizet, mert hogy jönnek-mennek itt a levelek, egyet már idéztem, amit Orbán Viktor adott fel, és ön pedig Manfred Webernek címzett egy nyílt levelet, amiben úgy fogalmaz, hogy amennyiben a néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában. Nem túlzás ezt így megfogalmazni? Szerintem ez teljesen egyértelmű, és ráadásul ez nem csak az én véleményem, nagyon sok európai parlamenti képviselővel, többek között a néppárthoz tartozó német képviselőkkel is beszélgettem az elmúlt hetekben, és egyértelműen az a meggyőződésük, hogy Magyarországon a Orbán kormány tevékenysége éles ellentétben áll az Európai Unió alapértékeivel, és ezt a kérdést nehéz már másképp rendezni, mint hogy az Európai Néppárt egyértelművé teszi, hogy nem lehetséges a néppárt sorain belül ezt a politikát folytatni. Azért, hogyha az arányokat nézzük, akkor látjuk, hogy akik most nagyon hangosan megszólaltak a Fidesz ellen, illetve ma kiderült, hogy azért volt, aki a Fidesz mellett, ők kisebbségben vannak abszolút a néppárton belül, tehát a legnagyobbak hallgatnak és kivárnak. Kérdés, hogy mire? Valóban ez a helyzet, sok kalkulációt végeztek, sokan mi is arra vonatkozóan, hogy mik lehetnek az erőviszonyok a néppárton belül. A néppártiak maguk is különböző dolgokat mondanak arról, hogy szerintük hogy néznek ki ezek az erőviszonyok. A Fidesz kizárásának a támogatói szerint ők alapvetően többségben vannak a néppárton belül. Az Európai Parlamenti frakción belül biztosan, az Európai Néppárt március 20-i gyűlésén pedig nem tudjuk. Ott valóban az a helyzet, hogy körülbelül 60-an a küldöttek közül tudhatóan támogatják a Fidesz kizárását, körülbelül 50-en ellenzik, és körülbelül 100-ról pedig nem tudjuk, hogy hogy fognak szavazni, tehát itt valóban nagy a bizonytalanság ebben a kérdésben. De az biztos, hogy nagyon erős indulatok vannak a néppárton belül, és hát igazából ez Manfred Webernek a hát csodálatos balfégsége, hogy ezt a egész konfliktust az európai parlamenti kampány kellős közepén a nagy nyilvánosság előtt vívja az Európai Néppárt. Neki tisztában kellett volna lennie azzal, hogy képes-e Orbán Viktort kézben tartani, vagy sem. Ha látta, hogy nem tudja érdemben irányítani és kézben tartani, akkor már réges-régen meg kellett volna szabadulnia a Fidesztől, hiszen tudhatta, hogy súlyos kockázatokat jelent a néppártra nézve. Ha pedig kézben, úgy gondolta, hogy kézben tudja tartani, akkor most kézben kéne. Tudja tartani, vagy nem. Nem tudta kézben tartani, hiszen számtalanszor megígérte a magyar kormány és Orbán Viktor személyesen is, hogy visszavesznek ezekből az unió ellenes retorikából, beszüntetik ezeket a gyűlöletkeltő plakátkampányokat, legalább a választásokig nem feszítik tovább a húrt, és ezeket az ígéreteket a Fidesz újra és újra, hétről hétre megszegte, tehát semmilyen formában nem tudták befolyásolni a magyar kormány tevékenységét a néppárt részéről. Magukra húzták ezt a problémát tulajdonképpen azzal, hogy elvitték ezt odáig, amikor a néppártnak súlyos szavazatvesztéssel kell szembenézni emiatt az egész konfliktus miatt. Ebben a témában veszőparipám, hogy nem mindig csak a Fidesz és a néppárt szemszögéből nézzük ezt a kérdést, hanem olyan szemszögből is, hogy az országnak mi lenne a jó ebben a helyzetben. Ilyen szempontból mit lát? Én azt gondolom, hogy az országnak is az a jó, hogyha tisztul a kép. Tehát Orbán Viktor politikája, a Fidesz magát, politikája a egyértelműen az európai politikában egy szélsőjobboldali, euroszkeptikus politikai vonal. Ennek nincs keresnivalója az Európai Néppártban. Az igazi kérdés az, hogy az európai parlamenti választásokat május 26-át követően az új Európai Parlamentben lesz egy olyan európai integráció megerősítését, elmélyítését célzó többség, egy olyan koalíció, ami a néppárt ezt kívánó pártjaiból, illetve a zöldekből, szocialistákból, liberálisokból állhat össze, amelyik motorja tud lenni a további európai integrációs folyamatnak, és akkor várható, hogy előre halad az európai integráció, hogy megerősödik számos olyan területen az együttműködés, ahol szükség van erre, és ez Magyarországnak a javára válna, ez nekünk érdekünk, és ehhez pedig az az út vezet, hogy a Fideszt kirakják az Európai Néppártból, és ezáltal az
az Európai Néppárton belül letisztázódik, hogy ők tulajdonképpen az egész európai projekthez hogyan viszonyulnak. Méltatlanul kevés időnk jut a következő témára, pedig azért Európa nagy részennél sokkal fontosabb kérdésekkel van elfoglalva. Például kiderült, hogy Nobel békedíjra jelöltek egy 16 éves svéd lányt, aki a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet. Ön pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy a légszennyezés növekedjen idehaza, miközben már így is azt írta, hogy évi 10-16 ezer halálesetért rossz levegő a felelős. Miért tenne meg a kormány mindent azért, hogy romoljon itthon a levegő? Ez egy jó kérdés, hogy egyáltalán bármilyen kormánynak miért állna érdekében, hogy a hazai katasztrofális légszennyezettségi helyzet tovább romoljon. Mégis ez van. A magyar kormány az elmúlt időszakban két bírósági perben is megpróbálta elérni, hogy megsemmisítse, eltöröltesse vagy gyengítse a légszennyezettségre vonatkozó európai előírásokat, direktívákat és határértékeket, és a héten Strasbourgban a Fidesz képviselői ráadásul ellene szavaztak annak a parlament állásfoglalásnak is, amely az Európai Bizottságot arra szólította föl, hogy tovább szigorítsa a légszennyezettségi előírásokat. Tehát egymás mellé lehet rakni, és akkor emellé oda rakhatjuk itthon azt a faírtási őrületet, ami zajlik gyakorlatilag mindenhol. Ugye Európai Bíróság előtt van kötelezettségszegési eljárás miatt Magyarország. Igen. Bármilyen olyan szankció lehet, amitől ez a folyamat megfordul? Az Európai Bíróságon lehet szankciókat kiszabni, tehát a bizottság pontosan azért ment a bíróságra, hogy kikényszerítse az elvárásainak a teljesítését, hogy mik tudnak lenni ezek a szankciók, az kérdéses. Ugye az Európai Bizottságnak nem az a célja, hogy pénzbüntetéseket szabjon ki Magyarországra, hanem az, hogy a magyar kormány, amelyik ellen egyébként 10 éve folyik kötelezettségszegési eljárás, tehát ez nem egy ilyen váratlan húzás a bizottság részéről, hogy a magyar kormány végre abban az országban, ahol Európában kiugróan a legrosszabb a levegőminőség állapota, ahol tényleg évi 10 000-et meghaladó számban halnak meg emberek a légszennyezettség következtében. Az egyik vezető halálok ma Magyarországon a légszennyezettséggel összefüggő betegségek, hogy ez az ország végre tegyen valamit a levegőminőség javítása érdekében, ne pedig ez ellen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.